Óbudán 2009 óta szolgáljuk a helyi lakosokat. Itt napi szinten közel 500 főre osztunk melegételt, illetve gyümölcsöket, joghurtokat a családoknak. Az ellátottak körét a családsegítő választja ki, és ilyen módon jegyrendszerrel veszik igénybe a szolgáltatást az itt élők. Mai napon karácsony alkalmával nem csak meleg ételt, hanem egy nagyon gazdag élelmiszercsomagot is kapnak, akik sorban állnak. A csomag összetételét úgy válogattuk össze, hogy az valóban egy használható ajándék legyen nekik, amivel a két ünnep között is kihúzhatják a nehéz hónapvégi időszakot. És ebbe a csomagba édességeket, a gyerekeknek főleg, de tartós élelmiszereket, lisztet, száraz tésztát és nagyon sok gyümölcsöt helyeztünk el, hiszen ezek a családoknak tulajdonképpen ez luxus cikknek számít. Abban reménykedünk, hogy ez az élelmiszercsomag valódi segítséget és támogatást jelent ezeknek az embereknek, hiszen nagyon sokuk enélkül a segítség nélkül szomorúan és nélkülözésben tölteni el az ünnepeket. Mit jelent önnek ez az ételosztás? Azt a csigacsavitát, meleg étel van, melegített gyümölcs, akkor általában szoktuk kapni süteményt nekünk, csokoládét, gondolkozott rajta, hogyha nem lenne ez az ételosztás, akkor hogyan? Akkor hogyan? Élne meg? Semmilyen más segítség. Szociális segéd kap, vagy nem. Semmi fajta támogatás nem jön? Hát a gyerekeknek van ez a rendszeres támogatás, ami egy évben egyszer van. Mióta ismer minket Zoli bácsi? 4 éve. Jár ki a Blahára is? Persze, járok minden évben. De a hétköznapokban is szokott jönni, vagy csak a péntek szombaton kaptam. Tehát az önkormányzattól ennyi lehetőség. Pékásra nem tudok kimenni, mert nincs jegyem egyre pénzre. Ez meg itt van Óbudán, és akkor a Benedekerekbe járok. Péter szombati napokban. Hogy érz Zoli bácsi a hétköznapokban? Hát rosszul. 25.000 forintból. 25.500 forintból. Ennyi segédből. És ez mire elég? Semmire. Egy nap elkölteni sok, megélni kevés. Akkor önnek ez az ételosztás, ez miben hát segít? Ez minden héten, két nap eszek meleg kaját. Azt jelenti. Egyébként? Nem. Miből? Nincs módba lehetőség. 25.000 forintból fizetni azt is, ahol lakom. Azt is, hogy volt, az felejtsd el. Ez nem megy. Így. Ennyi. A meleg kaja az egy héten kétszer van. Pénteken meg szombaton. És azt is önöknek köszönhet ez természetesen. És mi lenne, hogyha nem lenne az ételosztás? Ezen gondolkoztál, hogy hát, hogyan telnének a mindennapunk? Mi lenne, hát nehezen telne, és nehezebben élnék, mert kevés a jövedelmem, amit kapok a 4 gyermekre. Én 68-at kapok, és abból nehéz a megint és a rezsit fizetni, a közös költséget, meg a többi dolgokat. A gyerekek mit szólnak ehhez a vegetáriánus menühöz? Nagyon ízlik nekik, úgyhogy már hozzászoktunk. Eleinte fura volt, de hozzászoktunk már. Nagyon ízlik nekik, úgyhogy mindenből dupla adagba leszünk. És nagyon imádják. Ez a karácsonyi csomag mennyi időre lesz elég? Hát sok időre lesz elég, mert beosszuk, hogy minden napra jusson egy kicsit. Miket kaptatok most? És miket kaptunk? Kaptunk cukrot. Cukrot kaptunk, csokikat kaptunk. Ebédet kaptunk ilyen. Tejbe víz kaptunk ilyen gyümölcsel. Gyümölcs volt benne. Miket kaptunk még? Kamilla teát kaptunk, szapant kaptunk.
babkonzervet kaptunk. Ennyit tudom megjegyezni. Fél éve járunk az ételt az Életfért Alapítványhoz, a túloldalról szoktuk hordani, általában inkább a párom megy, és hát nagyon meg vagyunk elégedve, és nagyon nagy segítség ez nekünk, mert 4 gyerek is van otthon, tehát így a hétköznapi ételünk meg van oldva, a vacsorájuk, tehát nagyon nagy segítség, amit kapunk az önöktől. És hogyha nem lenne ez az ételosztás, akkor hogyan tudnátok spórolni a karácsonyra? Nem nagyon tudnánk spórolni a karácsonyra, ha nem lenne ez az ételosztás. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csak, hát mint látjuk, nem csak mi vagyunk egyedül így, nagyon nehéz lenne, nem tudom. Dolgoztok mind a ketten? Nem, én gyetem vagyok, főállású anya vagyok. A párom meg az édesanyja állapota miatt, hát állandó felügyelet lesz alul. Mint ahogy mondom is, hogy hát ő nem egy, tehát például én nem tudnám úgy mozgatni, ahogy ő neki kell naponta őt mozgatnia. Na most ápolási díjat kap, ami ugye 25 ezer, ugye én is azt kapom, meg a családi pótlékot. Tehát azért mondom, hogy nagyon nagy segítség. Mióta tetszik ide járni? Egy éve járok már ide. Nagyon szeretek ide járni, szeretem a kristálysokat, aranyosak, rendesek, jó szívűek. Mit kap itt? Hát a megélhetés az, ami kell, étel. És hogyha nem lenne? Kezdő, hát akkor szarba lennék, megmondom őszintén, ha nem lenne. Na, a nyugdíjam kevés, úgyhogy ez jó, nagyon jó, egy könnyeken sincs ez különben. Csak itt van nálunk. Valam magának mondani, hogy én, aki 43 évig dolgoztam egy kultában, abban átkos államban igen jól kerestem, és nem volt hiány a családomban sem, meg nekem sem. És soha nem jöttem volna, hogy ide kell. Ez a jó világ. Róla tudna egy pár szót mondani, hogy az ételosztás önnek nagyon jó, egy nagyon jó kitalálták, az Isten adja, hogy sokáig tartsak el. De ne a szegény embereknek, hanem mindenkinek. És az a baj, hogy egyre többen vagyunk rászorulva, és magunk egyre jobban kedvesek. És ezt most szívből mondom. Ez nagyon jó, hogy ezt a Krisna megharapít itt a számot. Köszönöm a kedvesünket. Mi is köszönjük a kedves szavakat. Ennek is minden jó.